26 évvel ezelőtt az akkori köztársasági elnöktől, Gönc Árpádtól kapta vissza városi rangját Újfehértó. Ezt a titulost először 1836-ban kapta meg a település, akkor még mezővárosként. A stúdióban vendégem a téma kapcsán Újfehértó település első embere, Nagy Sándor polgármester úr, köszöntöm a stúdióban. Köszönjük. Ez a 26 év, ez... Valóban úgy telhetett már a település életében, mint egy város életében? Különbséget tudnak tenni az azt megelőző időszakhoz képest? Hát igen, azért sok mindennek el kellett még telni ahhoz, hogy a Magyarország legnagyobb falujából város legyen. Én viszont örülök annak, hogy megmaradt a falusi jellege, hiszen az a közvetlenség, az a barátság, ami azért kisebb közösségeknél megvan, kisebb településeken megvan, szerencsére ez nálunk töretlen maradt. Akkor, amikor 26 évvel ezelőtt megtörtént ez a másodszori várossá válás, nyilván bizonyos tényezőknek már meg kellett lennie a településen, bizonyos feltételeknek meg kellett már akkor is felelnie. Gondolhatok itt most különböző szolgáltatásokra, az oktatás és az egészségügy terén elérhető szolgáltatásokra, akár demográfiai adatokra. Igen, természetesen, hiszen középiskolával rendelkeztünk abban az időszakban már. Egészségügy területén gyakorlatilag mind a felnőtt, mint a gyermekorvosok tekintetében teljes körű ellátottság van, hiszen kilenc orvos dolgozik jelen pillanatban is. Fogászati rendelővel rendelkeztünk, bölcsődénk van, óvodánk volt, akkor még most már több típusú van a bölcsődében is azóta, és az alapinfrastruktúrák részben voltak kiépítve, hiszen azt követően épült ki a telefonhálózat, utána a szennyvízhálózat két ütemben, most már ott tartunk, hogy 95%-ban kiépített, és egyre nagyobb számban veszik igénybe ezt a fajta szolgáltatását a településnek. Illetve egy sajátos helyzetben voltunk, annak idején még Áfi Állami Fejlesztési intézetbe jártunk fel, és nem akarták megérteni, hogy miért nem sorolom fel-fel a vonzáskörzet településeit, és én mindig azt mondtam, hogy az országban egyedülállóan öt várossal vagyunk határosak. Hát ez egy pici nehézség is, hiszen az a fajta e, térségi szerep, amit tőlünk kisebb lélekszámú települések szatmárba vagy baranyában egyéb helyeken e, ki tudtak teljesíteni nekünk igazából azért nem sok minden maradt, hiszen Nyíregyháza, Nagy nagykáló, hajdudorok, hajdeszörvény téglással fizikálisan határosak vagyunk. Tehát azért meg kellett találnunk a városok közt a helyét a mi településünknek is. Annak ellenére ugye, hogy a negyedik legnagyobb városról beszélünk a megyében. Igen, ez idáig ez volt, most egy helyet visszább csúsztunk, Tiszavasvári megelőzött bennünket fővel viszont a közigazgatási területet illetően a több mint 14 ezer hektárral, második leg, után a második legnagyobb településünk vagyunk, település vagyunk. Nyilván ez a lehetőségeinket is elmondja, hogy alapvetően a mezőgazdaság meghatározó gyümölcstermesztés, szántóföldi zöldségtermesztés, amiből nagyon sokan élnek. Meg hát ugye, ha visszagondolunk az elmúlt évtizedek, évtizedekre, azért a magyar alma fővárosa, az azért mégiscsak ott volt, akár a kutatásokat tekintjük, akár bármi mást. Így van, én, én most is azt mondom, hogy most is ott van, picit átrendeződött szerepkörrel, de én úgy gondolom, hogy hosszú időn keresztül még az a fajta vezérszerep, ami a mi gyümölcskutató intézetünkre hárult, az meg fog maradni a jövőben is, hiszen sokkal intenzívebb gyümölcsösöket telepítenek, sokkal nagyobb hozamokkal kell számolniuk, és sokkal nagyobb veszteségei is lehetnek valakinek, hogyha nem szakszerűen látja el ezt a fajta tevékenységet, ami itt a növényvédelemtől, hogy ápoláson keresztül meg kell csinálni. Másrészt nagyon komoly Kutatá, alkalmazott kutatási eredményeket ért el az elmúlt időszakban maga a Kutatóintézet, és amire mi rendkívül büszkék vagyunk, hogy Közép-Európának a legnagyobb almafajta gyűjteménye nálunk található jelen pillanatban, és Gémbankban. Jó néhány adatot hallhattunk, vagy egy-két olyan mérföldkövet öntől az imént, ami ugye megvalósult az elmúlt 26 év alatt, de mégis mely esztendők voltak azok, amelyeket

amikor ilyen igazán nagy dolgok történtek a település életében, amikor egy igazán nagyot lehetett előrelépni? Hát én úgy gondolom, hogy 2004 előtt az előcsatlakozás, uniós előcsatlakozáshoz kapcsolódóan nagyon, nagyon komoly pénzek kerültek, szapart pénzek hozzánk, amiből elsősorban infrastruktúra fejlesztések valósultak meg. Annak idején a Terki Cédából szintén nagyon sok itt év, óvodára gondolok, iskolák felújítására gondolok, Utána a csatlakozás követően már uniós forrásokból egészségház épült, központorvosi rendelő épült szennyvízhálózat, ami több milliárd forintos nagyságrendű fejlesztés jelentett a településen, és azt szoktam mondani, hogy az első igazán komoly fejlődése az akkor történt meg, amikor a 150-es telefonközpontot, amit a kisasszony dugdosott, sikerült lecserélni, és mindenki igénye szerint kérhetett és vásárolhatott magának telefonvonalat, ez már egy lényeges dolog volt. És utána természetesen a gázhálózat, mikor kiépült a településen, szintúgy. És természetesen a 2000-es években pedig tovább folytatódtak a, a fejlesztések, hiszen újabb iskola épült nálunk. Elkezdte az önkormányzat, amennyire lehet a ö, útjait rendbe rakni. Ebbe van még adósságunk rendesen, természetesen, de igyekszünk, hogy ennek is a végére járjunk hisz ha erre az évre gondolok, most ö, több mint 100 millióból egy külterületi mezőgazdaságút felújítása történik meg, illetve a 14-ben úgy döntött a képviselőtestület, hogy a kommunális adókból befolyó teljes forrás kiegészítve még egyéb saját bevétele minden évben a földútjainknak a ö, zúzott kőút alappal történő ellátására fordítjuk, és én ö, azt látom most, hogy ha valami nagy probléma nem jön közbe, közbe akkor 2019-re el lehet mondani, hogy minden útunk legalább zúzott kővel van látva, még akkor is, hogyha ez még nem jelent szilárd burkolatot. Mi az, ami egy látható, közelben megvalósítható nagy feladatnak látszik esetleg ezután? É Két-három dolog, ami szerintem meghatározó lesz most egy-két éven belül. Egyrészt van két nyertes topos pályázatunk, ez a területi operatív programból. Ez egy iskola felújítása, ami a energetikához kapcsolódik. Ez egy több mint 300 millió forintos nagyságrendű. Ennek jelen pillanatban folyik a közbeszereztetése, és elvileg ennek őszre, október-november erre be kellene, hogy fejeződjön. Van egy nyertes pályázatunk ilyen belvíz pontoknak a megszüntetésére. Ez azért négy olyan pontot érint a város életében, ahol egy nagyobb esőzés alkalmával folyamatosan belvízvédekezésre volt szüksége, és ez nagyon fontos. Én bízom abban, hogy azért még nem zárultak le a toppos forrásoknak a kiosztása, én még nagyon bízom, hogy egy-két újabb toppos pályázatunk még célba érhet, és mi nagyon szeretnénk, ha megvalósulna a városnak a régi álma, hogy most már lenne egy fedett olyan piac csarnok, ahol normális körülmények között tudnának az emberek adni, venni, vásárolni, és természetesen közösségéletet is élni, hiszen a piac az mindig is az ebből a szempontból. Illetve van bent olyan hűtőház pályázatunk építésre szintén topra, ami azért lehet fontos a város életében, mert ezzel tudjuk segíteni a fiatal gazdákat, hogy ne kelljen neki eladni falól, ne kelljen neki eladni, azonnal az előállított terményét le tudja tárolni, tudjon bérelni egy-egy hűtőkamrát, akár egyedül, akár Többlet magával, többet magával, és még picit jobb áron tudja értékesíteni, hiszen ez valahol ez is munkahelyteremtéshez kapcsolódik. Hiszen ha stabilan tud a fiatal ö, gazdálkodó elindulni a maga útján, és nincsenek kényszerpályái, akkor sokkal nagyobb ütemben tud fejlődni. Ami én úgy gondolok, hogy minőségben is a legfontosabb lehet az elkövetkezendő két-három évben, ez pedig az, hogy meg kell találnunk a módját, hogy valamilyen formában nagyobb vállalkozást oda tudjunk vinni a településre, hiszen alapvetően hiába mondjuk, hogy 6-700 vállalkozás van a településen, ezek gyakorlatilag együtt fő közötti kis vállalkozások. Köszönöm szépen, polgármester úr, hogy bejött a stúdióba, és én pedig sikeres 27. életévet kívánok a másodszor városá vált új tónak. Köszönöm szépen.